Kovács András Ferenc, Árdelli szép tánc. A Csíkszeredai Gutenberg kiadó adta ki a könyvet. A szerkesztés az szerintem egy nagyon klasszikus válogatás lett. Ijesztőnek tűnhet, hogy ilyen vastag, de úgy van, hogy az egyik oldalon az ő szöveg, a másikon meg egy rajz. És ez szerintem jó. Olyan közösségi formáról szól a kötet, ami szintén a gyereknek és a felnőttnek élvezetet szerez, ez pedig a tánc. Ugyanis a Sebő Együttes zenésített meg jó párat a szövegek közül, és ez azt jelenti, hogy CD mellékletben, amit a könyv hátuljában találunk, meghallgathatjuk ezeket az énekelt verseket. Hogyha a zenét nézzük, én úgy találtam, hogy kevésbé az innováció, mint inkább pontosan a klasszikus ritmus, a népdalok ritmusa felől közelített az együttes, és az említett táncritmusok, táji tánczenék felől. Viszont ez egy összefogó, az egész köteten átívelő formát ad a verseknek. A másik, hogy klasszikusnak azért is mondhatjuk ezt a válogatást, mivel Kovács András Ferencnek azok a költeményei kerültek ebbe a kötetbe, amelyek legyenek akár újabbak a 2015-ös évből, vagy pedig régebbiek, 2003-ból, például a Fattyúdalok, vagy a legtöbb a Hajnali Csillagperemén című kötetből a tájhoz kapcsolódnak, és ez ugye egy gyakori jelenség az erdélyi irodalomban, hogy valamennyire a földrajzi tájhoz kötődik a szöveg. Így volt rég, úgy volt rég, citer anyja nyere brácsa, szomos hátán elvándorolt. Azért is lehet klasszikus kötetként beszélni erről a gyűjteményről, mert abban az értelemben is klasszikus, hogy tényleg gyerekeknek is felnőttnek egyaránt, sőt, leginkább egy közösségben tud sok élményt adni. A legkisebbekkel is érdemes néhány verset belőle felolvasni, elolvasni, újra és újra elolvasni, megtanulni. A 2-3 évesek is nagyon szépen meg tudnak tanulni nagyon szép szakaszokat a kötetből, és aztán ezt mondók a szerűen akár mondani. És hát nyilván a zenével kiegészülve, vagy akár el is táncolva, biztos, hogy egy nagy élményt jelentett az olvasónak. Az más kérdés, hogy egy fotelba leülve és szemezgetve a kötetből is tud élményt nyújtani. Összefoglalva, nekem úgy az egész témakör a tél és az ősz volt, vagyis ezt fedeztem fel benne, és szerintem nagyon szépek. Ezek a természeti elemek, természeti képek nagyon szépen összefonódnak azokkal a ritmusokkal, amelyek szintén egy régebbi hagyományból táplálkoznak, és nem csak írásos, hanem szóbeli hagyományok is ezek, és valamilyen módon a zeneiséghez kötődnek. Én még a rajzokról szeretnék, hogy a rajzok, hogy majdnem minden fiúnak bajsza van, és a lányok is nagyon hasonlóak. Úgyhogy szerintem a Kurti Andrea szerintem ő a férjét meg magát ábrázolta a képeken. A két alapvető hagyomány, amiből táplálkozik Kovács András Ferenc költészete, az a klasszikus költőink, tehát ezért is mondhatjuk, hogy klasszikus, mert például Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánhoz című költeményére íródik rá Kovács András Ferenc szövege, vagy például találunk itt Babits verset is, vers ritmust is, ugye az új Leoninszokat, vagy pedig éppenséggel olyan szóbeli műfajok szólaltatnak meg, mint a csújogatók, falucsúfolók és egyéb népdalszövegek. Szóval szépen körbeér a természet, földrajz és ez a közösségi élmény, a tánc. Árdeli szép tánc. Szamos partján Szatmár mellett, Kurta kocsma állat, vályakfala világgá ment, vagy iszapám állat. Így volt rég, úgy volt vég, citera, nyenyere, brácsa, szamos hátán elvándorolt a kármentő rácsa. Nagyon híres magyar költőről tartja a mondás, hogy nem tartott a szerencsésnek a vers megzenésítéseket, mert egy felesleges, mert a versben eleve benne van a zene. Aztán pont ennek a költőnek a verseit zenésítette meg többek között Sebő zenekar, csodálatosan Vörös Sándorról van szó, akinek az ajánlás is szól a kötet elején. Ennek a kötetnek mindenképpen előképe Vörös Sándor
életmű, szorosan hozzátartozik, és méltó folytatásának tartom, vagy gondolom ezt a kötetet.